Hello, Willy. Bújj be. Beszélni szeretnék veled, Howard. Bocsáss meg, egy perc és készen vagyok. Miféle gép ez, Howard? Sose láttál még ilyen bogarat. Magnetofon. Na hát, de rájössz egy percig? Saját hangodat adja vissza. Tegnap jött ki a null széria. Teljesen bele vagyok őrülve. A legszenzációsabb masina, amit életemben láttam. Egész éjszaka ezzel szórakoztam. És mire jó? Diktáláshoz ettem, de mindenfélét tud. Hallgass csak meg, az este hazavittem. Hát, ezt hallgass meg, hogy mit vettem föl vele. Először a fiamat. Na, mit szólsz? Hogy tud ez a kölyök fütyülni? Nagyon élethű. 7 éves a gyerek, és egyetlen hamis hang nélkül. De egy szívességet szeretnék kérni tőled. Most te jössz, apu. Imád engem ez a kölyök. Ez már én vagyok. Pompásan csinálod. Akár éjfélkor, akár egykor, amikor csak akarod, kitöltöd a Coca-Colát, beledülsz egy fotelba, pattintasz egyet a gombon, és Jack Bennett hallgathatod éjfélkor. Te mondd csak, nem kellene neked most Bostonban lenned? Épp erről van szó, Howard, rájössz egy percig. Miért nem utaztál el? Mi történt? Nézd, az a helyzet, hogy... Megint összetörted a kocsit. Nem, hát de már megijedtem, akkor mi a baj? Nézd, Howard, egy szó mint száz. Én elhatároztam, hogy nem utazom többé. Nem utazol? Miért? Mit akarsz csinálni? Emlékezz csak vissza, karácsonykor a kis házi ünnepségen azt ígérted, hogy kitalálsz nekem valamit a városban. Itt, a cégnél? Igen, azt ígérted. Ja, persze, persze, emlékszem. Sajnos semmit sem tudtam kitalálni a számodra, Willikém. Nézd, Howard, a fiaimat már fölneveltem, és nekem nem kell olyan sok. Mondjuk, ha hetenként 65 dollárt vinnék haza, abból is kijönnék. Értem én, Willy, kérlek. Howard, beszéljünk, mint férfi a férfival. Én elhatároztam, hogy nem utazom többé. Egy kicsit belefáradtam. Nem csodálom, Willikém, de hát aki egyszer utazó, az utazzék. Az üzlet a vidékre épül. Itt a városban elég az a fél tucat ügynök is. Isten a tanúm, Howard, még nem kértem soha szívességet senkitől, de már akkor itt voltam a cégnél, amikor téged pólyába hozott be az apád. Tudom, Willy. És amikor megszülettél, aznap odajött az apád, Isten nyugosztalja, hogy Howardnak keresztelne, mit szólnék hozzá. Ezt sohasem fogom elfelejteni, Willikém, de itt egy fiahely sincs a számodra. Ha lenne, már régen te ülnél benne, de varázsló nem vagyok. Köszönöm. Ha 55 dollárt kapnék hetenként, az is kihúzna a vízből. Hova a fenébe dugjalak be, öregem? Eladni azt tudok, ugye nem vitás? Nem, nem, persze nem. De az üzlet, Willikém, meg kell értened, a biznisz az biznisz. Biznisz az biznisz, tudom, ez nem vitás. De te itt valamit nem értesz. Figyelj rám egy kicsit. Én már fiatal koromban, 18-19 éves lehettem, a vidéket jártam. És nagyon tűnődtem azon, hogy ne hagyjam el abba ezt az egész fránya ügynökölést. Van-e jövője? Kérdeztem folyton magamtól. Mert én akkor tájt Alaszkába vágyódtam, nagyon az aranyások után. Mert ott havonta 2-3 leletre bukkant az ügyesebbje. Már-már neki is vágtam az útnak, amikor Parkernél összefutottam egy öreg ügynökkel. Dave Singlemannak hívták. 84 éves volt akkor, és az USA 31 államát vadászta végig. Az öreg Dave fölment a szállodájába, papucsot húzott, zöld bársony papucsot, ezt sohasem fogom elfelejteni. Fölemelte a kagylót, és tárgyalt a vevőivel. Ki sem mozdult az utcára, és 84 évesen is remekül megélt. Elég volt ezt egyszer látnom, és rádöbbentem, hogy az ügynöki pálya az álmok álma, a legszebb karrier. Hát van-e pompásabb ennél 84 évesen is 30-40 város bejárni? Mindenki emlékszik rád, szeret, segít. Tudod-e, hogy amikor meghalt zöld bársony papucsban a New York-Bostoni gyorsvonat dohányzó fülkéjében, az méltó halál volt? Az ügynök halála a koporsójához. Vevők és ügynökök százai zarándokoltak el.
Hónapokra elcsitultak a vonatfülkék. Az öreg névet gyászolták az ügynökök. Akkoriban még számított valamit az ember haár. Élt még a tisztelet, a barátság és a hála. Manapság minden rideg és halott. Kinek kell manapság barátság, vagy uram, bocsán, holmi egyéniség? Érted ugye, hogy mire gondolok? Rólam sem tudják már, hogy ki vagyok. Éppen ez a baj, Vilikém. Ha 45 dollárt kapnék, 45 dollárral is megelégednék. Öregem, a sziklából is könnyebb vizet fakasztani. Amikor Old Smith betársult a céghez, az apád odajött hozzám, és... Bocsáss meg, kérlek, de várnak rám. Az apádról beszéltem. Itt ígéretek hangzottak ellenél az asztalnál, de nem mondhatod, hogy várnak rád. 34 évet töltöttem ellenél a cégnél, és most az életbiztosításomat sem tudom kifizetni. Eldobjátok az embert, mint valami kifacsart citromot. Tehát az ember mégse rohadhat el élve. Te 1928-ban én az apád... Szedd össze magad, Vilikém, várnak rám. Mindjárt jövök vissza. Szedjem össze magam. Zárd el! Zárd el! Bender. Vilikém, kérlek! Innom kell valamit, egy kávét. Iszom egy kávét. Vilikém, kérlek! Holnap elmegyek Bostonba. Ne menj Bostonba, Vili, nem engedünk Bostonba. Ne menjek? Nem akarom, hogy te képviselj minket, már régen meg akartam mondani. Egy szóval, kirúgsz Howard. Azt hiszem, nem ártana egy jó, hosszú pihenésünk, Vilikém. És ha összeszedted magad, jelentkezz, majd meglátjuk, hogy mit tudunk kitalálni a számodra. Howard. Howard. Nekem... Nekem pénzre van szükségem, mert... Én nem vagyok abban a helyzetben, hogy... Szedd össze magad, Vili. Menj haza, szükségem van az irodámra. Ja. Ugor be a héten, és add le a mintákat. Vili, szedd össze magad. A vevők várnak odakint. Hol?